Üdvözlök mindenkit, Katamori vagyok, ez pedig itt a Binding of Isaac Afterbirth videósorozatom következő része. Na már most az előbb volt egy egész használható meccsünk, amit egy dobókocka sorsolásra elég elbasztam, és nem volt türelmem hozzá, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most előről kezdem még egyszer a játékot. Úgyhogy ja, ez igazából nem tudom mit komment, de még egyszer sem sonnak. Elegáns. Azt kell mondjam, hogy elegáns. Itt a szíves, és akkor lássuk meg, amit tudunk most produkálni. Ó, a Lucky Star-ot visszakaptam, hoppá gyerekek. Itt van valami. Itt van valami a levegőben. És nem fingottam, most nem arról beszélek, hanem hogy izé. Ugyanaz a karakter, egyik képesség is ugyanaz. Úgyhogy igazából az elbaszott, elrontott meccsemet most ezzel a Sid-del visszakaptam. Ja. Ennek azt kell mondjam, hogy örülök. Így nem is akkor a trauma, hogy örülök kezdenem az egészet. Főleg Samsonnal, főleg, hogy ezeket a leukémiás gyerekeket vadászom. Tényleg most ahhoz képest, hogy újra kell kezdenem, a vérnyomásomnál csak egy dolog kisebb. Ez ennek a kis kökésnek a fehér vérsejt száma. De nagyon köcsög vagyok. Ilyen szintén ez csak a Family Guy-ban volt. Kb. Nem, nyilván a leukémia nem vicc természetesen, ezt tetsz valaki írt, és egyébként az egyik Afterbirth, ez nem simán csabálni a Pajzekes videóm alá. És egyébként nem, tényleg nem poén, nem azért mondtam, hanem azért, mert én viccelek mindennel, az abolt utca a halálon át mindenkivel és mindennel. Nem szép dolog, de hát az élet az nem szép. És én tényleg abszolút a fekete humor pártján állok, mert igazából a fekete humor az olyan, mint a láb, nem mindenki születik vele. Ó, az ott egy champion, egy árnyék champion. Hú, bassz, mert régen láttam már olyanokat. A rohadt életben. Láttam egyáltalán Márián, nem is emlékszem őszintén szólva. Ez a szóval viszont kibaszott fárasztó, azt egyértelműen látom. És hogy a Lucky képesség itt nem ért, nem is ér semmit. Bullshit. Mindegy. Igazából felvettem volna ezt a videót egyben az előzővel, de valahogy nem, mégsem. Nem volt affinitás, mert egyben neki esni a kettőnek. Hosszú, valahogy hosszú lett volna végre, mi az a benyomásom van. Bámszár ki. Hát sokra nem mentem itt vele éppen. Úgyhogy ja. Duke of Lies, pedig Elna azért segített volna. Itt a végén meg kell magam segítenem, hogy azért normális sebzés szintet tudja produkálni. Idegesítő. De akkor lenne, hogy valami izé damage up-ot fog kapni itt izétől Duke of Lies-tól. Nem mondjuk az nem ártana, igen. Hát még lassan lőni is hajlandó vagyok, csak a Duke of... Ó, jó van, köszönöm szépen, azért az sokra megyek. Vele bár végül is önmagában ér valamit, na. Nem kell itt igazából összképen rontani, ér az valamit. Én amúgy boldog karácsonyt. Még lesz, ezt már mondom is az előző videóban, de nem mindenki látja szerintem, mert az előző videó az sikertelen meccs volt, úgyhogy most vegyük úgy, hogy azt nem mindenki látja. Na most boldog karácsonyt mindenkinek, és na most nem ez a karácsonyi különkiállás videóm, de lesz az is. Hú, baszki, azért két rebirth karácsony előtt azért nem panaszkodhattok. Hány egyike van ma? 21? Az, 21-e van ma. Ja, fölrakom ma a... nem jót. Holnap a jót. Vagy fordítva. És akkor 23-án még lesz izétok. 24-én, 5-én, 6-án pedig már hagyományban sem töltök fel videót. Töltsétek a karácsonyt otthon a szereteitekkel. Jó, én is Facebookozni fogok, nem azért mondom. Nyilván nem lesz teremtes a karácsonykor, nem ítélkezek egyáltalán ez fölött, az más sora. Meg amúgy sem tartom önmagában ítélendőnek, de tényleg ne azért rusni a pofám és ne van dervőgyi hangbámlásról töltsétek a karácsonyt. Illetve de elfelelően igen, csak ne az új videó miatt, hanem az miatt, amit feltettem karácsonyi külön kiadásnak. Ez ilyen hagyomány nálam már hatodik, a lóf az hetedik éve. Azért nem gyenge, mondjuk így kiszámolva 6 éve videózok, baszki. 9, 10, 11, 12, 13, 14, ez a hetedik karácsony lesz, basz meg. Hossz. Jó, mondjuk nem mindig volt azért normális karácsonyi ajándék, csak amikor ennek technikai korlátjai voltak. Most, hál' Istennek, nincs.
aztán 13-ban nem volt volna Spáci ajándék, hogy el se tudja, hogy hogyan alakult az évek során. Már én sem követtem nyomon. 7 év után, ne vicceljetek. Bár az tényleg, hogy eleinte nagyon élveztem az egész dolgot. De hát most nem fog videó, YouTube videózás retrospektívet tartani. Ó, hoppá! Nem csak nekem van karácsony, ez szét a rohadt életbe. Mégiscsak van karácsony az izébe. Afterbirth univerzumába. Azért ez nem gyenge. Jaj. Mindegy, ezt nem akartam. Csak ott belefutottam a szerencsétlenbe. Jó, akkor lássuk, milyen képességet kapok a boltba. Hát, ha mégiscsak karácsony van. Hát, legalább újra sorsolni tudok rajta, úgyhogy szerintem akkor azt ejtsük is meg. Júj! 3... Ó, az kell! Quad shot! Bazd meg, de régen láttam már! Quad shot! Azon ugye a lucky képességre is nem működik. Pedig az szép lett volna, hogyha 4 irányba lövök 4-et, összesen 16-ot. Az így gusztusos lett volna, de hát... Mondom... Tényleg a télapó is. Hát egy körzi énekelte, a télapó néha nem hoz semmit, csak reményt adhat, hogy lesz még jobb. Ez kurvára igaz erre a meccsre egyébként. És visszakadtam a left handet is, bazd meg, nem hiszem el. Hú, akkor viszont lehet, hogy megérte volna a nomásba tenni a... Nomásba föltölteni az előző videót, vagy még egybe ezzel, mert hogy abban állapoltam igazság szerint a... ezt a képességet. Ja, akkor viszont mindenképp időrendben kell, tehát hogy feltöltöm a sikertelent. Aki akarja, úgyis megnézi. Ha kell, akkor be is linkelem ide. De akkor arról a szeretett kommentben, mert úgyis elfelejtem. Eléggé szabványosítom a hozzászólást, nyilván a leírásokat, videó leírásokat, mert nekem nincs időm, meg kedvem sem baszakodni most akkor, hogy itt írja bele konkrétan. Amikor csak úgy föltöltöm, azt csinál. Igen, egyébként, igen, tehát... Hogy mondjam, tudom, hogy ez nem feltétlenül jó. Mert hogy már nincs csak a régény a sima gameplay-esekre. Egyébként felismerültem, amikor legutóbb ugye beszéltem erről az egész YouTube hozzáállás témáról. Shard Speed Up, az gyönyörű lesz. És visszakadtam a World-et ráadásul. Hú, bakker! Hui! Azt a kurva! Ja, szóval múltkor erről, amikor a Time Industry Nation-ről beszéltem, akkor merült fel a dolog. Beszéltem a YouTube videózásról való hozzáállás a változásán is, és ott azért szóba került, hogy most már nem nagyon vagy igény ezekre a gameplay dolgokra, csak azoknál, akik amúgy is befutottak. Ezt befutni már nagyon lehet. És ugye nekem befutás mindenképpen igényem lenne, mert nem igényem, hanem szükségem, na, mert hogy a közönségem nagy része az elpárolgott. Most nem, nyilván nem tudja, ki ezt nézitek, de a számok nem hazudnak. Aki néz tényleg, most az 10% mennyiség a régihez képest, de hát ez van. Aztán beszéltem, hogy nem fog aggódni rajta. De mondom tényleg, hogy igazából így nem látom igényét, hogy okát annak, hogy most akkor nagyon belebonyolítsak a leírásokba. Húha! Háromszor kell pofálnom, hogy egyáltalán összezsugorodjon. Szapatos. Legalább megint megkaptam a kulcsot, pont időben. Újra sorsoljuk azt? Sorsoljuk. Színesebbé akarom tenni ezt a játékot. Azért ennél kicsit színesebbé. Ennél is színesebbé. Annál is színes. Már az a Black Bean. Jó, az jöhet. Ja, most szerencsém volt, mert aránylag kevés pénz után is kiadta. Ugye láttátok, hogy azért volt szopás, amikor 4 kellett hozzá. Állandó jelleggel. Vissza kéne átjön a 10 gyorsaságot. És akkor ez érdekes, vagy érdekesebb lenne. Ajaj. Úgy. Na. Hú, bazd meg. Igen, ez a fekete bal határozottan megérte. Ennek még használt fel szerintem menni. Annon, amikor a Breath of the Lamp kijött, akkor a fekete bab volt az első képesség, amit felvettem, és így új volt. Tehát Breath of the Lamp exkluzív. Talán még videó is van róla. Legalább a kis bógeci kellene ért valamit. És akkor már megérte fölvenni. Kulcs. Egy fekete chest. A bombákkal ez van. Én megpróbáltam. Hú, bazd meg.
őket is régen láttam már, és nem hiányoztak. Bár konceptuális szinten határozottan szimpatikusak, de egyébként meg undorítóak. Pip, te se hiányoztál. Pontosabban hiányoztál mi Sifidi Stripper kombó, mint kiesett bugyi után száj szélére száradt Ondó. Egyébként nekik voltam a koncertjükön is pár nappal ezelőtt. Ez egy gyönyörű éjszaka volt. Azt kell mondjam, még ittam is az együttes tagjaival. Hát jó, az együttívás az egy kicsit erős, de velünk jöttek, az tény és való. Nem rajta múlt, de tény. Kurva anyád már! Meghaltam volna, akkor biztos, hogy kiléptem volna még egyszer, de akkor írj egy skütter. Hús! Monkey D. Luffy, kedvenc képessége. Venne, ha játszana ezzel a szarral. De egyébként tényleg meg az ikonja is egy az egyben olyan, mint amire ő rákattan. Úgymond. Amikor izé óriásokkal együttették a húst. Amikor szerintem lesz még egy pár, mert elején járak az elég az egésznek, de bazd meg, amikor Little Gardenben volt. Az egy érdekes. Az egy érdekes rész volt. Azt hiszem talán a második megállóik volt a Grand Line-on, ugye? Első volt Whiskey Peak, a második meg Little Garden, tehát elég az elején volt. Kapásban egy eléggé extrém hely volt, egy ilyen trópusi lakatlan sziget, ahol két óriás lakott, és ugye nagyba szóba hozták előtt, hogy mekkora horror lesz oda menni. Totál úgy vezették, hogy egy totál parás hely lesz. De nem csak annyi volt az oka egyébként, hogy ahhoz, hogy tovább menjenek, az ott eléggé sokat kellett volna időzni. Akár egy egész évet. De nem, tehát szóval, ja, mindegy. Jó rész volt, na, és Luffy ott tette az óriásokkal a húst. Két ilyen óriás lakja a szigetet, és azok harcoltak egymással állandóan, és... Na, az mi? Aj, a máj! Kacag a máj. HP up, tessék, ezért nem vette fel a lárdot, látjátok. Szóval, ja, valamiért nekem Little Garden határozottan tetszett. És hogy konkrétan most végig gondolva, utólag végig gondolva azért ahhoz képest, hogy aránylag rövid rész volt, meg úgy összesítve mindent, olyan pici, de színes volt az egész, és főleg, hogy ennyihez Robinálra is került a két óriás sztoria, nem is akár hogyan. Meg ugye Usoppnak is a mániája, akkor jött az egész izé. Mondjuk Usopp egy hülye, de akkor is. És itt biztos nem maradok. Zsákutc ezekkel a gecikkel biztos nem csinálom meg, ez teljessége ki volt zárva. Hogy ezt így végig szenvedjem az egészet. Little Gardenben a harc volt érdekes. Tehát, hogy annyira, hogy mondjam, csúcson járatták, annyira belerakták azt, hogy most rohadtul végük van. És nem. Olyan gyönyörűen nyertek, hogy hát jól mondjuk gyönyörű volt, azt értsétek, hogy három rész után 10 perc alatt végig gyakták az egész bagást, de... Gyönyörű volt. Mondom, nem egy NES lobby, de... Mondjuk azok, akik produkáltak Little Gardenben, azok NES lobbyval is azért szépet fidítottak. Gondolok elsősorban van olyan kire, nem ira, de azért Zoro is szép volt NES lobbynál. Ja, hát végül is úgy jöztem, ő jözte le, visszakaptam az infémit. Baszki sorban visszakaptam az összes képességet, amit elvesztettem az előző meccsbe. Az úgy elegáns. Meg az a szoba is. Hogy szopjatok le. Nem, tényleg végül is Zoro érdemét sem nagyon lehet lealacsonyítani, mert hogy végül is a második legerősebb CP9-tagot verte le. Ez várható volt. Ahogy az is egyébként, hogy a legerősebbet nem Luffy. Mert azt most sem nagyon tudom, hogy azt, hogy... De történt. És a One Piece egyik legjobb harcának mondják azóta is. Nem véletlenül mondjuk, bár... Azt el kell... Hoppá. Gyönyörű, de az gyönyörű. Na, ez is felfogja, ugye? És akkor maradhatni kell elvileg egy helyben. De nem maradhatok egy helyben. Mi a kurva anyád, én nem fogja fel az infémia izért? Szembe érkező lövést. Mit akartam kinyagni? Ja igen, szóval, hogy az, amikor legyőzte a Luffy, Rob Lucci-t, az... Nekem csak azért nem tetszett, és tetszett, bocs, nem mondok hülyeséget, tetszett. Ó, ennyi pénz, bazd meg!
úgy 36-ra föl. Hát, hogy kor, lehet, hogy még így is korán aktiváltam, de viszont akkor bemegyünk a boltba, az kétszentség. Szóval, hogy mondjam? Nagyon, na az mit robbant fel? Remote Tier Detonation. Nem értem. Ja, hogy a bomba! Aha! Könnyű bomba robban. Távirányítással, hogyha azt a képességet használom. Nem kell. De azért megérte megvenni, nem érdekel. Érdekozhatom még volna a gépbe. Mindegy. Lehet, hogy azt is kinullázta azzal, hogy újrakezdtem a játékot. Fasz se tudja. Hoppá. Ó, az szép. Brother Bobby és Sister Maggie. A társvírek egyesültek. Na igen, szóval tényleg, amikor Luffy legyőzte Rob Lucci-t, az gyönyörű volt. A mozdulatok már, amikor még nem volt aktiválva a képességek, akkor is gyönyörű mozdulatokat használtak. De amikor belendült, az fú. Főleg ugye mélegelve azt, hogy amikor még Water 7-ben voltak, akkor Rob Lucci aktiválta a démonium cserejét, és egy rugással kirepítette Luffy-t a fél városból. A lófot az egész keresztül repült Zoro és Izé is a városon. Volt egyébként egy plot hole, ami nagyon sokat gondolkodtam. És persze ez is vagyok kihez kapcsolódik, de akkor is elmondom. Egyébként ha valaki nem fogta volna fel, akkor a One Piece-ről beszélek már legalább egy 5-10 perce megállás nélkül. Vagyis nem megállás nélkül, de most belelendültem és nem érdekel, mert most ilyen kedvem van. Legalább legyen valami különleges, ha már karácsony előtti utolsó Afterbirth videóról van szó. Mert amúgy is igazából benne volt a hús innentől kezdve. Jó, ez egy elég gyenge érv, tehát nem kell beszólni. Tudom, valaki be fog szólni. Igen, rólad beszélt a faszkalap, igen. De nem, szóval most ezt én sem gondoltam komolyan, csak így faszkodok. De úgy sem lenne, miről beszélnem, akkor meg nem mindegy. Jó, mondjuk annak nem mindegy, aki mi nem látta a One Piece-t, és mondjuk ez spoiler lenne, de én azzal a feltételezéssel élek, hogy a többségetek hogy látta azt a részt. Jó, mondjuk Water 7 az már elég messze van, 203. rész. Itt a Little Garden például még 80-78, lófasz, 60-70. Rész volt még csak. Drumsigret volt 77-től a 91. részig, és Aravasta volt 91-től a 135-ig. 128-ig pontosabban, de a utána lévő fillerekkel együtt, meg amikor kimenekültek Arabasztából. Az de szép volt, amikor Mr. 2 feláldozta magát, Mr. 2. A legimádnivalóbb gonosz karakter, vagy gonosznak vélet bemutatott karakter, akit valaha ismertem. Ballet Campo, az meg elhagyjuk. Mondjuk annak örülök, hogy nem vele akadtak össze Little Garden-nal, hanem Mr. 3-mal. Ja, hát még elő fog indulni Impel Down-ba. De még ott nem tartok őszintén szólva. Ja, azt majd jövő. Opa! Polyphemus. Társítva a quad shot-tal. Azért úgy, igen, tehát valami ilyesmit akartam az elejétől fogva. Na de akkor visszatérve a Water 7-es plot hole-ra. Nem annyira spoiler egyébként. Csak ugye tényleg arról volt, amikor bemutatkozott a CP9. Akkor, ja de egy nevet már mondtam, és így spoiler. Jó, mindegy, elnézést kérek érte, hogy valaki látni akarta, de végülis annyi nem feltétlenül spoiler, mert a sztori igazából onnan indul csak be igazán, hogy azokat a faszkabátokat megintézik. Hoppá, akku. Hát, sokkal nem megyek vele sajnos. Na szóval, úgy nézett ki a dolog, hogy mielőtt még elindultak volna a vonata lenni a Slobby-ba, ugye Water 7-ben voltak ugye, és ott a CP-en szépen az embereket utcított a lüfék ellen. És az lett volna a záró akkord, hogy Iceberget, Water 7 polgármestét kinyírják, és rákenik a műiparakalózokra. Csak hát ők ugye ennél fifikásabbak voltak, és oda mentek előre, és így belebotlottak a CP9-ba. És ott demonstrálandó azt, hogy ők milyen lóbaszó erősek. Rob Lucci aktiválta a képességét, a Demon Gymnasium átalakuló képességét, és így egy rugással Zorót és Luffy-t is kirepítette a félvároson keresztül. Az, amikor őket előhalázták, az egyrészt volt vicces Zoro oldaláról, másrészt meg drámai Luffy oldaláról. Igen, az szép volt. Na és itt ugye az volt a pláne, hogy igazából nem csak ők ketten mentek oda, hanem... Hogy is volt? Akkor hatan, nem hatan voltak, hanem heten.
Usopp kiszállt, ő nem volt velük. Jó, ez megint spoiler, nem mondom el hogyan, de érdekes volt. Szolgál ki indűs, higáte, oremátok, koreva. Jó, azt ígértem, hogy karácsonyi dolgokat tényleg lehet, de most még nincs karácsony is, hogy nem. Na mindegy, Robin ő nem volt ott, az volt igazából a fő cselekmény motiváló elem. Úgyhogy még szép, hogy nem volt ott. Illetve ő korábban volt ott, ő ölte volna meg Icebergot. És... de maradtak négyen a csapatból. Zoro, Luffy, Nami és Chopper. Choppert valahogy el, nem... Chopper megfogta Zoro kardját. Valahogy rázuhantak a romok. Amikor az épületet összeomlasztották, ahol volt Iceberg. Luffy-t elúgták a faszba, Zolt elúgták a faszba, egy valaki maradt, Nami. És azt nem mutatták, hogy vele mi történt. Csak egy képet, hogy ő úgy fel akar szemet néz Lucsival. Utána jött ez most, amikor Frankinek mondták a háttérsztoriát, és utána már csak azt lehetett látni, hogy az égő romok közt megtalálják Namit. Így elájulva, valahogy ki van zuhanva. És ez volt a plot, hogy mit csináltak vele. Ami nyilván nem... no, nem gondoltak rosszra, ha én nem gondoltam rosszra, akkor ti sem. Tudom, hogy mi elfeltetti pervers faszapok, most nem. Nem olyan értelemben mondom, hanem izé, hogy nyilvánvaló, hogy valószínűleg őt is elficsázták, megverték, hogy kapott legalábbis. Hát nem akkor, valószínűleg nem akkor állt, mint Luffy vagy Zoro, de hogy nem mutatták. Értitek? Tehát a történetet más is, vagy másképpen is. Egyrészt. Másrészt meg, hogy nem mutatták. Így látványosan kihagy. Tehát azt tűnt fel nekem, az a sok részt, amit láttam, hogy feltűnően kihagyták az ilyen durvább dolgokból, mert az úgy lány, ugye. Ó, az kelleni fog nekem szerintem, akkor ezt így fel is használom. És ja, mostantól akkor ezzel fogok élni. Főleg, hogy ugye ki kell a charge. Ez így egészséges, ez egy egészséges kombináció. Gyerekek, ezzel meg fogom csinálni. A háste nem biztos, de a Mamhartot az szinte biztos. Meg ez már... de van, de ez kettő gyerekek, baszki. Meg lesz ez. És két sebb egymás után, az gyönyörű. Boltban voltam már? Nem is figyelem. Annyira belemerültem a mánpisz. De hogy nem is figyelem. Ja, karácsony előtti spoiler. Ez az ajándékom mindektek karácsony előttre. Meg legalább baszki lesz okotok, hogy megnézzétek, mert hát ha valakit esetleg fölcsigázott, amit mesélek róla. Engem baromira felcsigázott. Nagyon sok részünk mi felcsikázott benne egyébként, literálisan csak a jéghegy csúcsa volt. Na, ha is tartottam, ja igen, szóval, hogy nem... én már hülye vagyok, baszki, de hülye vagyok. Kihagytam egy karaktert, aki nem volt velük, mert ugye heten voltak, de egy valakit kifelejtettem, mert ugye négyen voltak a Galilea Company-nél, azt elmondtam, kettőt elrúgtak, egyet megrúgtak, egyre meg rásott a Rom. A Robin nem volt ott, de az már, az csak öt. Usopp nem volt ott, az 6, kimarad, hülye fejre kihagytam Sanjit. Sanji ugyanis jó szokásához híven máshol mászkerált. Épp konkrétan azt néztem meg, hogy Robin merre megy. És utána is ment talán, ugye? Biztos, hogy utána ment. De akkor már ott volt Franky is vele. Ja. No, amit ők nem műveltek a vonaton, az gyönyörű volt. Az tényleg. Ennek a sorban minden percre helyezett, komolyan mondom. Ez és érzem nem kicsit szóval, hogy nem folytattam már elég régóta, egy hónapja. De most karácsonykor nem fog semmi más csinálni, azt nézni, megállás nélkül bakker. Szóval ugye Thriller Bark a legrövidebb szakasz. Na az mi? Crack Jacks. Don't follow the price. Ah, fene se érti. Ó, jó. Te is kellettél, mint Syphilis Tripper kombó egyébként. Jó, mindegy, Sanji menő volt, mint mindig. NES Lobbyban nem volt menő, de amúgy általában. Na jó, kit akarok átverni, menő volt NES Lobbyban is, csak az, amikor elverték, az nem volt menő. Na most ezek közül melyiket? Nem, egyiket sem, nem játszunk ilyet. Nagyon csábító, még a Dark Boom is, de nem. Nem, amúgy is kibalanszolták, nem vagyok hülye, hallottam, hogy kibalanszolták a Dark Boom-ot. Nem olyan OP már, mint volt. Na, Scared Bomb.
Ja, igen, szóval ez egy... Ezt akartam csak belemagyarázni, hogy nagyon úgy tűnt fel, hogy ha harcokról vagy ilyen komolyabb, tényleg konfliktusról van szó, hanem itt kiadják belőle. És az a benyomás volt, hogy azért egyszerűen, mert lányosak, hogy nem mutatnak ilyet a sorozatban, hogy egy lánynak ilyen súlyosan baj esik. Teszem hozzá, hogy neki van a legbrutálisabb háttértörténete a Mugiwara kalózok közül, legalábbis szerintem. Ez az álláspont nyilván vitatható, hogyha valaki ismeri a One Piece-t, akkor esetleg ebbe beleköthet, mert hogy alapvetően Sanji-nak durvább azért. Csak ezt nem tudom, ezt elmondtam a videóban, de most mindenképp elfogom, akkor boldog karácsony külön kiadásra alkalmával. Beszéljek máshol is, vagy olyan valami, ami nyilvánvaló, csak nem beszéltem még róla. Úgy mondom a nyilvánvalót, hogy... Hogy mondjam... Hogy bennem van, csak nem akartam beszélni róla, vagy nem beszéltem róla, vagy ilyesmi. A bűnkönyve. Egy izé miatt, de egyébként nem. Bamszár ki. Jó, most csak a poén kedvéért. A mágus, az mondjuk szép lenne. A hold, az kell. Nem mondod? Ó! Ettit kosszabának? Baromi kedvesek vagytok, hogy őszinte legyek. Baromi kedvesek vagytok, igen, igen. Ez nagyon gentlemanes volt. Igen, szóval tényleg visszatérve az, hogy... ha ezen most úgymond érvelni, vitakozni akarnak, akkor bele lehetne most menni abba, tényleg Sanji-nak a háttérsztori az sokkal rosszabb, csak itt... Azt kell tudni, hogy egyrészt Sanji múltjáról szinte ordasról fasz nem lehet tudni. Az éhezős szakaszt azt lehet tudni, igen. Ami egyébként az animében puhábban lehet megcsinálni, mint a mangában, mert a mangában állítólag a mester egy Zeff az rezabálta a saját lábát. Most is néha, hogy szabadulok ki? Ja, ott. Jó. Animében pedig csak annyi volt, hogy elvesztette a lábát. Szóval, ja. Ez nem spoiler igazából, mert ez annyira elején van még. És tényleg 700 valahány részes a sorozat és még fut, szóval hogy ez nem annyira spoiler. Igen, szóval ezt nyilván lehet tudni, és ez a szakasz egyébként alapvetően tényleg szomorú, mint amit aminél felmutattak, vagyis hogy rosszabb, de... De igazából azt, hogy hogy került Sanji a keleti tengerre, mert ő nem ott született, mindenki ott született, talán még nem is, jól emlékszem, Luffy biztos. Amiről nem lehet tudni egyébként, és én ezt is fenntartom valamilyen szinten akár sztori vezető lehetőségnek. Pont erről beszéltem egy ismerősömmel, haverommal tegnap, hogy ha kiderül, hogy Sanji miért onnan származik, hogy ő micsoda, az elindított egy labinát. Mert igazából az Zoronál is lehet tudni keleti tengeri, de nem mutatna rá, hogy most ő pontosan hogyan... Tehát hogy igazából az ő múltjából is keveset mutatnak, de Sanjiból még kevesebbet. Luffy-ból sem sokat egyébként. Már ott az érdekes az, hogy aki neki adta a szalmakalapot Shanks-et, őt az elejétől lehet látni, ugye vöröshagyú Shanks-et, és ő neki a sztoribeli szerepe az brutálisan nagy. Olyan szinten, hogy ha jól tudom, akkor még mindig egy csomó rejtély van körülötte. Pedig hány résznél tart? Mondtam 700 valamennyi. 720-nél tart elvileg valahogy úgy. Most picit lazítottam el, ez az információ mennyiség, ez információ tömkeleg, ez hirtelen sokat, tehát azoknak, akik nem nézik a One Piece-t, vagy egyáltalán nem animések. Ez egy brutális nagy élmény volt egyébként belefogni ebbe. Egyik legjobb dolog, amit csináltam ebben az évben. Azért még nem fejeztem ám be tényleg, mert valamásra akartam ejteni. Szóval tényleg az, hogy abból, amit láttunk, ugye Sanji-nek a múltbeli esemény, az brutálisabbak, de ugye mondtam róla, nem sokat tudni. Náminál ellenben az egészet lehet tudni, hogy mi hogyan történt, és hát nem volt kellemes. De igazából nem ez volt a fő motiváló. Tehát, hogy mondjam, na, nem motivációnak akarom mondani, hanem hogy az, amiért ő a kedvenc karakterem a csapatból, az emiatt van önmagában. De ez is egyébként benne van. Inkább az van, hogy ez úgy szemben a tényekkel. A One Piece vele indult, a legelső fő karakter, akit bemutattak, az nem Luffy volt, hanem Nami. Nézzétek meg, tényleg! Én kétszer is megnéztem az első részt, amikor egyik haveromnak megmutattam a sorozatot. Megnéztem a Fairy Tail-től, meg a One Piece-t egy részt.
És tényleg úgy indul a sorozat, hát nem az első ember, akit mutatnak, de az első főbb karakter, akit mutatnak, az nem. Mert hogy Luffy egy hordóba mászik ki, viharba került a hajója, és belebújt egy hordóba, mert hogy ott biztonságban lesz. Úgy átvészeli a vihart. De hát az mikor van egy 5-10 perccel után? Nem jól szerencsétlen, azt lehet tudni, hogy mi a francot csinál. Meglepően sokáig még a nevét sem lehet tudni. És ez egyrészt durva, de másrészt viszont érdekes. Ilyen rejtélyesen, imádtam, ilyen rejtélyesen felvezetnek egy karaktert. Baromi király. Jó, ezt most... Nem tudom, miért mondtam el. Azon kívül, hogy ez a tény. Júj. Hogy az csikot is húz. Ó, a kurva életben nem figyeltem magamra. Jó, mindegy már, mindegy. Akkor se érdekel, ha meghalok, mert ideig eljutottam, ideig, már nem adom fel. Karácsony, ez jó lesz. Ajha. A másik meghalt már? Nem. Most azt hittem ki fog csinálni egyébként. Szerintem biztos oda menni, hogy most meg fogok halni. Durva volt. Akkor viszont be kéne menni az elkébe is, nem? Vissza. Szerezni szíveket. Addig tudok úgyis pofázni meg tovább. Ja, a hasér már mindegy. Tovább megyek katedrába. Mehetek egyáltalán katedrába? Még nem mehetek, nincs kirakva a polaroid. Akkor meg főleg mindegy. És a karácsonyi külön kiállás úgyis, ahogyan mondom. Előgépeztek egy kicsit. Na, szóval, hogy tudom, amit akartam mondani, hogy ez a tény, hogy nem az elejétől benne volt a sorozatban, azért nagy szám, mert hogy túl sok TV Troops-ot olvastam, már nekiállok így nagyba izélni, elemezni az egész karaktervezetés meg minden, de nekiállok, akkor is leszarom. Azért nagy szám, hogy őt elejétől fogmutatták, most tényleg elvonatkoztatva attól, hogy a személyisége, a karaktere, a neme milyen, hanem azért, mert az elejétől fog lehetett látni, és ezért az emberben legalább egy belső kép kialakul a karakterről. Szokja azt, hogy van egy ilyen karakter a sztoriban. Hiába nem tudni azt, hogy ő kicsoda. Egyébként nekem meggyőződésem volt, hogy csak valami oldal karakter lesz. Mert hát, melyik láttam, mondom, ó, köszönöm. Az leszívja a fehéret egyébként? Ó, de leáll. Kurva anyád. Állj, egy ideg. Jó. Nem baj, nem adjuk fel. Kicsit tökölök, szerzek bombákat, meg izékat. Ó, azt mondom, mire kaptam? Ja, tudom, még jó, felcsárzsolom, feltápolom magam ezzel a szarral. Minél többet sírlök, annál több izért kapok. Haha, ezt nem is gondoltam. De azért kibaszott okos vagyok. Nem én találtam ki, csak miért alakult ide, azért ravasz vagyok. Hát, mint egy fél lábú rúpa körülbelül. De már csak azért is elmondom, szóval, hogy az embernek van egy benyomás orlok, tőle, de legelejétől lát a sorozatban is. Tényleg érdekes volt, hogy nem egy vagy két főszereplő, tehát egy jó főszereplő mind a kettő, nem is, meg Luffy is, de hogy Nami volt a második, aki csatlakozott a bandába. Tehát nem, hogy mondjam, nem volt az első, aki csatlakozott a bandába. Hú, a kurva anyád, ez egy gyűlölöm. FPS drop. Meg is várik, akkor szarok bele. Na. Szóval az első, aki csatlakozott Luffy csapatához, az Zoro volt. Igazából nem hivatalos csatlakozás az meglehetősen későre található, ahhoz képest, hogy a többiek mikor. És emiatt, hogy ilyen sokáig lehetett látni, össze-vissza, tehát, hogy egyszer egy igazi szemét láda volt, hanem nem Luffy, hanem Nami, meg úgyis nem lehetett semmit tudni róla, mivel ne basszál már, hogy most ez végig menni fog. Aj. Az, hogy többféle cselekedetét lehetett látni. Többféle szerepben, meg úgy általánosságban, és szépen lassan mondhatod ki az egész így. Emre kialakult egy képerbula, és igazság szerint, amikor csatlakozott az egyik Sanji, ő meg a harc közepére lépett a hajóval, akkor egy elég negatív kép alakult ki belőlem róla. Addig inkább olyan semleges voltam, tehát szórakoztató volt, de inkább semleges. Meg örültem, hogy van egy női anime karakter, aki pontosan félúton van a szép és a szimpatikus között. Mert általában tényleg az volt, hogy valaki kimondottan dögös, de tényleg kihangsúlyozva. Nézheted meg a Fullmetal Alchemistben Viri Rockbelt, vagy akár a
mit tudom én, a Fairy Tale-ben Lucyt. Vagy pedig pont az ellentéte, hogy igazából csak attól tetszik, hogy animés. Nézzétek meg a Slayers a kisbaszorkányból verselő Linát például, vagy nem is tudom, kit mondhatnék példának. Akár a Bleach-ből a kucsiki Rookie, javárban nem vagyok biztos, mert Bleach-ot azt nem nagyon követtem figyelemmel, csak így tessék-lássék módon. De szóval tényleg igazából tényleg csak az volt az egy észrevételem bele a kapcsolatban, hogy így kettő között van valahol. Ami. És... Szóval... Az elég nagy hátulöket volt, amikor... Tehát visszaesés volt, amikor ellopta a hajót, mert az, hogy annyira nem egy... Nem egy kis lopás, nem egy kísértékre. Ó, anyád. Nem egy kísértékre elkövetett lopás. Igaz, hogy kalózottól lopott, de ez megint egy bonyolultabb téma, amit a sorozat egyébként 700 részen keresztül boncolott, úgyhogy nem megyek bele. Annyi csak tényleg a lényege, hogy... Szóban volt ugye az, hogy ő anyád, szóban volt az, bazd meg már! Szóban volt az, hogy ő tulajdonképpen miért akar összegyűjteni 100 millió belit. És az nem volt szóban, csak az, hogy azt akarja. Ezt ugye elmondta Luffynek már akkor is, amikor először találkoztak a Buggynak a szigetén. Kurva anyátok már. Hú, bazd meg, ájjajajajaj! De az nem került elő, hogy miért. Csak azt lehetett tudni, hogy amikor izé ellopta a hajót, akkor ment ugye Arlong szigetére, azt még azt sem lehetett szerintem tudni, hogy miért. Tehát azt lehetett tudni, hogy onnan származik, idézőjelben. És akkor így mondtam magamban, hogy na akkor most kiderül. Miért volt akkor a köcsög, hogy ellopta a hajót? Mi indokolhatja meg azt? Mi lehet olyan baromi, mi olyan kibaszott fontos, amire el kellett lopni a Luffynek a hajóját? Főleg ugye, hogy mutatták is azt, hogy azért Luffy nem egy olyan tipikus kalóz. Dacára annak, hogy nem utálta a kalózokat, de ki volt hangsúlyozva, hogy Luffy nem olyan, mint akiket ő utált. Tehát nem olyan, mint Arlong. Legtávolabbról sem. És akkor jött, amikor megmutatták. De még nem is az elején, amikor ott... Ugye Usoppot előre küldték, ugye? Ó, a kurva anyátok. Előre küldték Usoppot, hogy akkor nézze meg, hogy mi a fucken van. Mert azt hiszem Zoro is előre ment valahogy velük. És ott azért ment a kibaszás. Ó, a kurva anyád. Szóval ment azért a... Tehát már mi rendesen kibaszott Usoppal is, meg Zoroval is. Én... Na ez megint alánk a spoiler. Én tényleg elhittem, őszintén elhittem, hogy ő leszúrta Usoppot, amikor belökte a vízbe. Amikor kiderült, hogy... Spoiler! Amikor kiderült, hogy valójában a saját kezét szúrta le. Szúrta át és nem Usoppot, azért, hogy ne ölje meg. Akkor azért, ott már kezdtem érezni, hogy van valami. Aztán ugye jött az a rész, pont az állongos harc előtt, hogy elmondták az egész háttérsztúriát, és én így... Ez ilyen gyors volt ez a harc. De akkor fejezzük be. De ezt elmondom akkor is, szóval tényleg az volt, hogy így kikerekedett szemekkel bámultam, hogy... Jó, az mindjárt más. De ez így, ahogy a fejemmel zajlott. Na ez melyik is lesz? Nem tudom, majd lemondják a végén. Jó, ez most egy szép meccs volt. És jól elpofáztam az egészet. Ott a cosplayes csávó soha nem felejtem el egyébként. Ez kinek van beöltözve amúgy? Nem tudjátok? Nem, de szóval csak ennyi lett volna tényleg a vallomásom, hogy miután láttam a háttérsztoriát, mit miért csinált, meg az állagos harc előtt, amikor megkérte, hogy idézőben megkérte, könyörögött konkrétan, hogy segítsen neki, akkor az egész megváltozott bennem minden, és azóta... Nem tudom miért, ez csak így jött, na. De azóta azon a ponton túl így a kedvenc karakterem az egész lámpűzben. Hát, masszívan a kedvencem, fogalmazzunk úgy. Everything is terrible, the game just got harder. Ennyi volt? De vagy most ez mi? Az mi is volt? The game just got harder. Az oké, de most az, ami fog jönni. Mert hogy... Hát a faszom se érti. Nem tudom. Lényeg az, hogy... Majd a két ülep között kiderül. Egyelőre én mára... És az év innen első felére ennyi lettem volna a Binding of Isaac Afterbirth-el. Nagyon boldog, szeretetteljes karácsonyt kívánok számotokra, vagyis nektek. Próbálok... Mi az kifinomultan fogalmazni, de kurvára lett megy.
Lényeg az, hogy tényleg nagyon boldog karácsony, meg jövök karácsonyi videóval, abban még egyszer boldog karácsony kívánok, de tényleg, aki azt nem nézi meg, annak most előre is tényleg szaloncukorban és minden lófaszban gazdag boldog karácsonyt. Legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!